Kevés olyan hely van, ahol ne lennének pókok. A pók mindenütt ott van, ahol a rovarok laknak, vagy ahová rovarok képesek behatolni. A levegőben való vándorlásai során a pókok a tornyok csúcsaiba akadnak föl, és ideiglenesen bár, de ott is tanyáznak. Sokan rettegnek a pókoktól. Ismerkedjünk meg velük Herman Otto módra, és ha meg nem is szeretjük őket, megtehetjük az első lépéseket a békés egymás mellett élés felé. Pókfauna Magyarországon. Azt mondja Herman Otto, hogy a pók úgy építi házát, hogy az a mű ösztön legmagasabb foka. Alkalmazkodás és leleményesség. Ez a két legfontosabb elv, amikor elkezdi építeni a hálóját. Csupa praktikum. Oda helyezi, ahol a legbiztonságosabb. Könnyen fönnakad a zsákmány, veszély esetén el tud menekülni. Szükség esetén könnyen bővíthető, legyen hely a gyerekszobának, ahová a kis pókpetéket biztonságban elhelyezheti. A pók gyerekek ösztönössége bámulatba ejtő. A kis cselpókok például anyjuk hátán utaznak, de amint az kiviszi őket a fényre, akár a gyerekek a játszótéren. Aztán, ha veszélyt éreznek, megint az anyjuk hátán landolnak. Herman Otto Magyarország pókfaunája című könyvében 314 új pókfajt írt le. Ez a maga korában teljes műnek számított, hiszen ebből 36 fajt még a nemzetközi katalógusok sem említettek. A könyvét egyébként saját rajzaival tette még élményszerűbbé, és még a nyelvezete is közérthető volt, hiszen az által használt új fogalmakat népi kifejezésekből, mesterségekből vette. Jó hír a pókbarátoknak! Herman Ottónál nem állt meg a póktudomány. Az általa leírt 314 új faj azóta megsokszorozódott.